keeping it real, you know what I'm saying? Hey. Üdvözlök mindenkit! Ismételten itt vagyunk a Kármánik szimulátorban, és itt van előttem valami ronda ocsmányfos, aminek a kereke megint különböző, és értelemszerűen folytatódik tovább onnan a videó, honnan előzőleg abba hagytam, ahogy azt már ugye ígértem. Na, ennek a sajnos a motorházat levesszük meg, engem ez most zavar, és megnézzük, hogy ez mennyire szar. Egyébként 10-es skálán ez kubára szar. És ez így nekünk nagyon nem jó, úgyhogy meg kellene javatani. Úgyhogy javatsuk meg. Ugye ez egy sorhatos motor. Nem tudom, hogy ez miben nyilvánul meg teljes mértékben pontosan. De a nevéből kiderült, hogy sor, meg hogy hatos. Tehát hogy hat hengeres és sor motor, tehát hogy sorban van egymás mellett a hengerek. Míg ugye a V8-as egy V alakban van, és hogy ezt azért az elég jó nyomatékot meg teljesítmény fejti, de hát ez sem lehet akkora szar. Megvannak mindegyik motornak a specialitásai, melyik mitől jó. És most mondom, hogy ezt a motort nem fogjuk felújítani, illetve nem fogjuk feltuningolni, őt csak javítjuk. Amit lehet, megjavítok rajta, tehát igazándiból ő egy gazdasági javítás lesz, azért, hogy én ezt most gazdaságosan tovább tudjam adni ezt a járművet. Azért megjavítom azokat a részeit, ami szükséges, és ez már az eddig felhalmozott alkatrészek egy jó részét fogom ehhez bevetni, hogy alapvetően egy csomó olyan alkatrészt, amelyet még nem távolítottam el, vagy nem tudtam megjavítani, vagy esetleg nálam maradt is jó alkatrész, azokat gyorsan használjam ezeknek a eszközöknek a javítására, amelyik Búzi kitanálta, hogy 110 darab csapácsészével fogassa le ezt a kocsit, motorját, én nyakon vágtam volna helyben a gyártósor mellett rögtön. Ha mennyi idő ezt kiszerelni te? Mennyire idő volt ebbe leszerelni? Kurva sok idő volt, gondolom. De a teljes karosszériáját megjavítottuk, mert hát ugye anélkül nem lehet élni, hogy ne legyen fassa. Úgyhogy azt muszáj voltam megjavítani, hogy tök király legyen, és az is. Na, most leszenvedtem ezt a 12.000 darab csapácsészét. Rájöttem, hogy mocskosul nem tudom továbbra se kivenni a tengelyeket, mert hogy még ott vannak a végén a rudik. Illetve nem is a rudi, hanem... Igen. Elfelejtettem az irányítást, én kérek elnézést. Itt van rajta egy szabja. Ez szokta úton, útfélen földarabolni a madarakat, ami menet közben az autó arra előtt száll. Nem, amúgy nem csinál ilyet, úgyhogy mindenki megnyugodhat. Pedig csinálhatna. De nem teszik. A kis lószart kell levenni ahhoz, hogy ez kikerüljön, hogy utána ez kikerüljön, hogy utána ez kikerüljön, hogy utána ez kikerüljön, hogy utána ez lejöjjön. Leszarok. Lejöjjön, na. Beszélni sem tudok. De az mondjuk már régóta így van, úgyhogy én nem is találkozom rajta. Na, motor. Indító motor. Jó, azt mondja, a továbbiakban szerintem alulról folytatjuk a munkálatokat, és az előzőleg gyönyörű szépen elkészített felnit szépen levesztük. Megérte a zárát felszerelni, tudom, sok értelme volt, de legalább láthattuk, hogy milyen vagány lesz a verda. Még akkor, amikor még nem. Nem tudom, hogy ezt így sikerült-e megérteni, de azért ez a jármű ez sokkal szarabb, mint az eddigiek. Úgyhogy... Úgyhogy ja. Nagyon jó.
jönnek szépen a dolgok, az a részek lefele. Nagyon rusztikusan fos a jármű, úgyhogy előre most mondok mindenkinek, hogy itt gondok lesznek. Sajnos venni kell lesz egy-két olyan alkatrészt, amit én nem akartam. Ebből kifolyólag itt olyan mennyiségű pénzkiobás lesz, hogy beszarás. Néhány dolgot cserélünk ki, ami ténylegesen fontos, és én fontosnak tartom. Tehát mondjuk egy komplet fékrendszert azt cserélni kell ilyenkor. Megállni azért csak meg kéne. Meg azt amúgy is illik egy ilyen generál környékén. Amit most ezzel a szerencsétlen járművel végzek. Akkor azt nem veszük ki, de azt viszont jó lenne, ha kivennéd öcsém, mert most már komolyan megőszülök. Ezt viszont szedjük le. Tök jó. Egyetlen egy pardán tengely. 410 km-ről ki tudjuk csavarozni, mert milyen a vagányak vagyunk, mint a gép. A hádon keresztül csavarozunk. Nagyon jó, itt vagyunk pont hátul. Hol lennénk mások, hanem hátul. Jó. Nagyon nagy örömmel fogadom amúgy, hogy nagyon sokan örültök neki, hogy ha csak pár rész erejére is, de visszatért a játék. Úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy ennyire tetszik nektek. És ennyire egy kicsit ilyen nosztalgikus érzés. Hát azért igen rég volt már. De annyira nem volt még rég, szóval hogy na. Éve volt kb. Fél éve. Hát már magam sem tudom. De elég rég volt az utolsó rész. És nagyon örültök neki, hogy van. Most ez a pár utolsó feature-t ugye bemutattam. Igazándiból az előző videóban egy komplet járművet felújítottam, és föltuning voltam. Ebben a videóban csak megjavítom, nagyjából, hogy használható legyen, de nem fogom 100%-ra megcsinálni. Az előtte lévő videóban, amivel meg ugye kezdtem, abban pedig magát az új feature-t ugye mutattam be, ami hát annyira nem ragadtatta el itt a emberkéket, értelemszerűen. Na most érdekes, ez az olajszűrőpanna, ez így random dolgokat művel, mert hol ott marad a helyén, hol nem. Ilyen betöltéseknél, amikor elmegyek mondjuk egy járművet levezetni, akkor visszateszi a helyére. De amikor meg kilépek a játékból, meg visszalépek, akkor meg itt marad az egész közepén, időnként. Érdekes. Én nem tudom, hogy ez hogy működik, hogy így össze-vissza csinál valaki valamit. Ne pütyögjél, mert van, hogy agyfasz kapok. És igen, a nyári időszak ez amúgy alapvetően kicsit lazábbnak kéne, hogy legyen, de sajnos nem az. Nem az, főként azért, mert valami sok munka van, és hát az ember sajnos rájön, hogy ha kell a pénz, akkor inkább a munkával foglalkozik, mint sem játszik. Győződjön meg arról, hogy akkor anyját, ez tényleg itt maradt alul. Engedjük. Ez ugye ebben sorhatos van, ebben meg valami vadállat. Ebben V8 OHV. Ennek nem sok közük lesz egymáshoz, de innen kilopom a gyorsan leszerelhető alkatrészeket, amit majd esetleg tudok javítani. Így egyszerre nagyon sok alkatrészt javít, csak hát ha ez egy kicsit halad.
nem tudom, mi ez a kurva nagy tartály amúgy itt a tetején, ami hát értem én, hogy valamilyen légvédelmi cucc, illetve hát levegős cucc, mert hogy az, de nem tudom, hogy micsoda. Gyertyakábel, meg ófasz, pöcökkel levédve, hát engedd már el. Csak egy gyors szerelés itt. Hát a nagy hívben meg tudok javítani egy pár dolgot belőle. Vagy rendesebben szétszedni akkor fogom, hogyha marad rá idő egyrészt. Másrészt meg, hogyha nem marad rá idő, akkor meg a következő videó van. Ami egyben az utolsó is lesz. Vagy ez lesz az utolsó, de hát ezt mind mondtam, ez... ez köcsög. Ó, ezt akkor majd később. Azzal én akkor nem foglalkozom. Itt alapvetően ezt azért engedtem le, hogy kivegyem a dugattyúkat. Amiknek valószínű cseréje nem lesz. Vagy lehet, hogy pont lesz. Attól függ. Na most megnyitottam, kiszedtem a izét, nyomok egy eszket, igen, nagyon jó. Valaki még valvassza az autót, csak az a baj, hogy ezeket mocskosul nem fogom megjegyezni, tök mindegy. Elnézést kérek. Üres a jármű. Amit meg kell javítani, az nagyon sok minden. Úgyhogy erre valami szuper gyors eljárás kéne. Akkor mit nyomok? Úristen! Kész! Na, ez pozitív, hogy van motorblokkunk. Pozitív, hogy van legalább egy generátorom. Másik kocsiba ezek szerint venni kell lesz. Szükség leszen rá. Egyáb békén. Na, jó. Azt mondja. Kéne tengelj bele. Másik kocsit lehet, hogy meg kéne tuningolni. Ettől félek én. Már kiléptem bazzag az egész világból. Na. Hogy ne raknám ezt a szarbe? Csináltam belőle kettőt. Nagyon kereket, ezt mindig venni kell. Hát most toljuk olyan szarul, hogy megveszem most. De ugye csak simát. Vagy várjál, úgy szoktam, hogy ilyenkor tuning cuccot veszek bele, nem? Tehát akkor igazándiból minden cserélendő alkatrészt, amit lehet, az tuning alkatrészsel helyettesítek. Annyival gyorsabb, jobb lesz. Tehát az annyira nem sok. Kinyomó csapány, alkatrész volt, váltó. Miért nem csak váltó? Én vagyok akkor a balfasz. Ja igen, mert akkor a bazi nagy, hogy észre se veszem. Ami pozitív, hogy a váltók az megmarad. Úgyhogy ez így fél siker. Ha hátuk nem bassza el, akkor az már jó.
csak felülről lehet beszerelni, mert skucik-gecik vagyunk. Üzemanyag lókikul a fasza. Ez azt mondja, ez a motornál van. Úgy görgetek, mint valami vadállat. Van narancsárga olajfirta, ez a V12, ez nem tudom melyik járműben van, de... Nem tudom, hogy valami dömper lehet, vagy nem tudom. Kipufogót sajnos cserélni kell, de csak simára fogjuk. Hát igen, bazzeg, itt semmi nincs normális. Ez ugye először is inventory-t nyissuk meg, légy szíves, hulladék eladása. És ezt menőre nyújtam valami. Jó. Ne hulladékoljál. Összeszerelő mód. Mindent pakoljunk föl rá, amit lehet gyorsan. Kormánymű. Honnan volt, azt nem tudom. Nem működik az S-billentyűm. Most már működik, csak most már túl sokszor. Nem tudom honnan van ilyenem, de van. A féktárcsát azt ugye megbeszéltük, hogy a komplet féket venni kell rá, meg csomó minden van, amit venni kell. Jó, azt adja. Kellenek persejek. Persej. Gumi. 4 darab kell előre. Majd a többit azt megnézzük, hogy mennyi kell hátulra. És azt mondja, kell. Egyelőre legyen elég ennyi. A kormány rúd. Gömbfej. Meg akkor a fékrendszert is meg kéne venni. Itt az elejét le kéne tudni a dolognak. Itt lehet ezt beépíteni rögtön. Haladósan haladjunk. Jó, azt mondja, ez B, stabrúd, B stabilizátor, és nincsen más. És keresztengyűkaros. Jó, azt mondja, stab. Első B-stabilizátor rúd. Kereszt. Lenne a kereszt. Bazd meg. Kormány. Így szükségesek. Csak kell az egy stabil visszakötő. Mert akkor kell előre egy lugó. Lugó. Ami persze nem kupak, mindig megkapom, hogy az amúgy izé. Tudom, és? Na, nem találom el a dolgokat. Ez a szem jó is lesz. Hűtő. Tiri. Mehet fel a kerék, baszod. Jó, em oldalról meg vagyunk.
Hát ezt nem tudom, hogy hoztam össze, de már mindjárt kilépek a játékból, bazeg megint. Rárámolok mindent. Nincs még felső lengőkar, de már a kereket rá tudom szerelni, érted? Alapvetően nem áll meg a levegőben ez a szar, de itt megáll a játék szerint. Ezt nem értem, hogy ezt itt miért nincs egy kicsit tovább gondolva, de na mindegy. Jó, szóval a kipufogó cső, na ez szar, mert ebből viszont több mindenféle fajta van. Ez. Kipufogó középső dob. Kár, hogy nem lehet elvinni így kipufogóztatni, meg még tudjam én mi. Középső dob, ezután szerintem vagy kata, vagy semmi. Hátsó kipufogó dob. Tudom én, hogy amúgy annyi fajta alkatrész lenne, hogy nem tudnák hová rakni. Hát, ugye ez izgalmas. Anélkül nem lennék szórakoztató. Tehát a fake munkahengerből csak egyetlen egy van. Itt egy kis persej kell, még jó, hogy nem vettem 110 darabot. De akkor kell fair. 1, 2, 3, 4. És akkor kell fake munkahengar. Úgy néz ki amúgy, mintha ezeket a felségeket a levegőbe csavaroznám fel. Ami valójában igaz is, de amúgy valójában a alvászhoz kapcsolódik. Ez ugye a hátsó lengéscsillapító B. Ez jó minőségű. Ez fasza. Mi lenne, ha írnál? Szóval lengéscsillapító B. Sajnos az egyik az 80% fölött volt, úgyhogy ezt megtartjuk. Van némi tuning is benne. Ezt be kell állítani majd. Karburátor beállításos lószarnál. És akkor fake dob. Nagyon valószínűséggel nem hangszerboltban keresel rá, úgyhogy a dobra egyből ki fog jönni a fake dob. Úgyhogy nem kell olyan túl komplikálni itt a helyzetet. Tudom, mint állok a sebben. Létezése. Nem amúgy arra gondolok, hogy most jön a laprogó felfogató, és azok ilyen kis apró kis szarok, és azok lesznek szarok. Mi lenne, hogy mondjuk közeled mennénk és látnám azt, hogy mi az anyámat csinálok, akkor mondjuk kevésbé lennék ilyen idegbeteg. És természetesen nincs. Nem tudom, hogy ezt hogy vásároltam meg, de gyorsabb voltam, mint a számítógép. Tehát most mondom. Üzemanyag tartály. Üzi. Szóval üzi tartály. És ilyen nem vásárolok, mert ilyen 100 darab van. Na, azt mondja, obetű. Hiányzó alkatrész. Nincsen motor a motorban. Hát, az szar lehet, de ott nem is kell, hogy legyen. Alulról, felülre, felülről, alulra. Varázslatos. Igen, ettől féltem, hogy van egy kb. 2 méretű
Jó, na azt mondja, akkor üzemanyag szűrőből, hát ugyan itt lenne, de teljesítményból van motor. Meggörgetjük a görgőt. Üzemanyag szűrő. Ezt ide be is építjük. Ez micsoda? Bluetooth-trafó B. De ide nem áll kell, ugye? Nem. Normál. Új. Ez se rossz. Mi lenne, hogyha begépelnéd, amit írok? Komolyan mondom, hazamegyek, kész. Bluetooth-trafó B, nem is nagyon van másfajta. Akkumulátor. Abból sincs jó. Azt a kurva életbe. Ó, drága egy aksi gazdag. Szóval az a baj, hogy nincsenek dugattyúk. Bassza meg, rosszat vettem. Itt kell kettő. Nem tudom milyen az a V, mit tudom én milyen motor, de majd ezt meg is belerakta a szart, láttad? Egy pillanatra nem figyeltem oda, és nem veszed észre, mert a hibás van benne. Mi az anyám van? Összeszerelés. Jesus. És szétszereltem. Durva. Mivel hogy mind a három egyforma, legalábbis jó lenne, hogyha az lenne, így oda nem tuningot veszünk, hanem normált. Csak fingom sincs, hogy az mi a szar. Ez megint ilyen lég befúkalburátor, beömlő, hát kalkulátor gyakorlatilag. Karbulátor. Nem tudom, hogy ki volt ez a baromarcból, aki ezt így elnevezte, de... egészségére. A teljesítmény tuning, itt vannak légszűrő fajták. Örülnék amúgy, hogyha időnként valaki gondolt volna arra, hogy még pluszban ilyeneket leszűrjön, hogy mondjuk légszűrőt szeretnék felrakni. Úgy nagyon igényes a játék, nem tudom, hogy föltűnt-e valakinek, de itt van szépen rajta az anyagi minta. Nem csak piros, az anyag mintájú, ugye hát a légszűrő mintájú. Úgyhogy nagyon ott van a toppon, cucc. Öcsém. Ezért műki ihatos. És ha nem ihatós, szondja, ezért. Műtengely, ihat. Ezért műtengely. Na most szopat. Az V6, ez az... De az meg nem ilyen kell, kerékkel, hülye. Én kérek elnézést. Tudom a formámat. Kicsit üritek, mert kezdünk lagolni. Mind szarok. Itt egy kicsit belehúztam. Da-da-da-da-da, szar. Most nem adjuk el.
Jesus, mennyi szar alkatrész. Na, hát csak jó alkatrészek vannak nálam. Nincs megfelelő alkatrész, és oda sincsen. Oda sincsen, nagyon jó. Na, ezt vártam. Akkor végre semmihez nincs megfelelő alkatrészem. Ezeket a leömlőket lehet egyedül amúgy megjavítani. Pozitív. Nem annyira, mint hogyha rendesen lehetne oda rakni valami faszát. Nincs ilyen fék szar. Ezt meg kéne nézni, hogy ez mi a faszom. Fék. Rásegítő amúgy. Vagy hát fék szervó, ugyebár. Nincs megfelelő alkatrész. Ezt mi az anyám ezt te? Leömlő ihat. Leöm. Itt van. Kérdezni, hogy késik-e a hang időnként, amikor entert nyomok. Igen, késik a hang. Micsoda? Vezérműtengely rögzítő. Nem tudom, hogy hány kell, de rendeltem vagy 100 darabot. Miért lépsz ki? Nem végeztünk. Tehát ez is még toljam meg két csavarra. Na, hogy két perc alatt végezzél. Hát ez... nem buli. Még gyorsan készen lennél, akkor mennél haza, ott pihennél. Nem pihenünk, bazd meg. Na, elnézést. Hát, hogy többet vettem a kelleténél. Úgy csináltam. De nem. Nincsenek megfelelő alkatrészek. De ide van. Akkor a szívás, mert másik oldalra másik fajta kell. Nincs oda? Szelep felé a B betűs kell. B betűs kell, mint mondtam. Ugye ez vagány kis szelep felé, csak úgy mondom. Ja, mert Maserati persze, én kérek elnézést, bocsánat. Azért vagány, mert Maserati. Ez egy tuning bolt. Most ezt lehet, hogy túltoltam. És nem. Hiányzik 4 darab. Ami nem sokkal olcsóbb, azt a 19 dollár a normál gyártja, 25 meg a rendes, tehát nem sokkal drágább, vagy a turbós, szóval nem sokkal drágább a turbósat belerakni. Milyen vezérmű lánc ez? Vezérmű lánc. A tuning alkatrészt ne keressem. Vezérmű lánc. Az oké, hogy az a hűtő, de ezek mik?
Vezérműkerék. Vezérműlánckerék. És ez meg vízpumpatárcsa. Azt a kurva, várjál, vezérlés burkolat nincs. Oda kell figyelni, mert ehhez külön vannak cuccok. Ez meg is nincs tárcsa. Az egész mi a faszom, bűtéssel osztó. De most előre elmondom mindenkinek, hogy lesz még egy videó, ami keretein belül fogom a másik járművet boncolgatni, mert jelen pillanatban is elég sok munka van még hátra. Nincs megfelelő alakatrész. Gyertyakábel tuning. Gyert. És azt mondja... Jó. Nem az eredeti kerül bele, hanem némileg itt tuning alakatrészekkel helyettesítem ki. Azok az ACB. Iha. Van. XC és azt mondja B, és nagyon rosszességgel nem tudom mi kell lesz, és inkább nem veszek semmit. Mi? A betűs. Számíthattam volna rá, hogy A betűs kell, csak nem láttam első, hogy van. Emiatt nem foglalkoztam vele. Nincsen megfelelő alkatrész, mind a két propelleremnek annyi. Mi az anyámnak hívják amúgy? Hűtőventilátornak vagyok, igen, annak hívják. OHV és mi? Nem. Talált süllyed. Azt mondja, hogy már csak egy jó betűt. Mi hiányzik még? Olajteknő hiányzik alulról. Tehát akkor emelhetjük fel. És a jármű hamarosan kéken van. Olajteknő. Föltöltjük olajjal. És teknő. Jó, és akkor igazániból elég jó. Elég jó a cucc. Tehát, hogy a 99%-os most már 100 lesz. Az alkatrészek állapot a 99%-os, mert egy hátsó lengés csillapítót basztam kicserélni. De hát igazándiból ez nem ront és nem javít. Úgyhogy most berakjuk a mérőpadra, nincs olaj a motorban. Baszd meg, kiraktam garázsba. Teszünk olajat a motorba. Vagy motort teszünk az olajba. Fúra mellé önti. Jó, és mérőpad. Anélkül nem megyünk sehová, nem érnénk meg, hogy mit nyom. Nagyon jó. Így ebben chip tuning nincs, én nem értem, mert nem csinálták meg úgy a menüt, hogy csak az jöjjön ki, ami van. Az a lényeg, hogy ez ilyen, ilyen jó játék.
Na, 18-as. Meghallgatjuk, hogy milyen. Hát igen, ez csak 345 lóerő. Vissza a garázsba. Mindig undorító a hangos, de nem baj. Jó, és most vele megyünk szépen egy kört. Mert ugye ő készen van, meg van mérve, hogy hány lovas, stb. Tök jó, örülünk neki. És gyártelepi desz pályán vágunk vele egy kört. Aztán szerintem lassan végzek. Varázslatosan néz ki kívülről. Olyan szépen be tudom venni a kanyart, hogy előre nem láthatóan fogok neki menni dolgoknak. De amúgy nem tökéletes a játékban a vezetés. Erre szerintem mindenki rájött. Hát igazán de olyan mozgásokat csinál a jármű, amit nem lenne szabad. De hát nem állunk sokat egy ilyen egyszerű játéktól. Hát ez remek. Akkor miért mondom remek? Úgy vezetek, mint még soha. Kezdtem félni, hogy soha az életben nem jövök le erről a pályáról. Álmaig még sikerült. Köszönöm szépen a figyelmet. Láthatjuk, hogy azért elég jó áron fogom továbbadni ezt a járművet. Őt sajnos sem tartjuk meg, nincs rá szükségünk. Őt viszont föltuningoljuk a következő részben, és akkor egyben valószínűleg az utolsóban is. És nagyon köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. A következő részben rávár még egy kis kozmetika. Itt lesznek némi kerék átalakítások, és nem egyforma kereket rakunk rá, mert ők is nagyon tolják ezt, hogy ne legyen egyforma a kerék, úgyhogy kicseréljük, meg föltuninguljuk. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, a következő részben, mint mondtam, minden folytatunk tovább. Akinek tetszett a videó, az mindenképpen iratkozzon föl. Aki nem akar lemaradni a videóról, az pedig a feliratkozás mellett még talál egy gombot, és ott kérhet értesítést minden egyes föltöltött videómról, és akkor semmiről nem fog lemaradni, illetve hogyha tetszett a videó, akkor értelemszerűen lájkoljátok. És ezen kívül a csatornámon egy csomó másfajta sorozatot megtaláltok, ami hosszasabban folytatódik. Legyen szó itt GTA-ról, COD-ról, Farming Simulatorról, vagy egyéb más játékokról, mert mindig folyamatosan változik, hogy mi van éppen. És ugye hát ez nem tudom, hogy pontosan mikor nézed meg a videót, illetve pontosan tudom, hogy össze-vissza bárki bármikor megnézheti a videót, úgyhogy nézzen körül a csatornámon. Általában hetente szoktak lenni új videók, kivétel amikor nem, de akkor bizonyára ennek megvan az oka. Köszönöm szépen a figyelmet, és szevasztok!